Német és Csehföldről érkezett munkások a 17. század végétől a 19. század elejéig négy üvegkészítő műhelyben, azaz Hutában olvasztottak és fújtak üveget a Keletmecsekben. 2008-ban Jegenyés János, hajdani üvegtervező iparművész szakmai felügyelete mellett rendezték meg az első üveges hétvégét Óbányán, melyet azóta minden évben más-más volt zengővidéki üveges faluban rendeznek meg. Idén Hosszúhetényben és Kisújbányán üvegművészek közreműködésével ismerkedhettek meg az érdeklődők ezzel a mesterséggel. Ez egy szakma elsődlegesen, és ezt lehet különböző szinten művelni, és nagyban hozzájárul az, hogy ki mennyire szereti az üveget, hogy mennyire tekinti játéknak a munkáját, és az hozzásegít ahhoz, hogy a munka közben ne érezze az ember azt, hogy munkát végez, hogyha játéknak tekinti. A rendezvény részeként avatták fel és szentelték meg a Szent Márton templom új üvegablakait is, melyek a hajdani túri püspök életének eseményeit ábrázolják. Erről azt kell tudni, hogy itt Kisújbánya, Szent Márton templom van Kisújbányán, és a lelkes helyiek, főként talán Derksen Gyönyinek köszönhető, ez a Szent Márton kultusz itt is kialakult, illetve fölvirágzott, és ezzel kapcsolatos mozaik ablakokat készítettünk. A napot német nemzetiségi műsor zárta.